A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Idén is nagy sikert aratott a V61 galamb és kisállattenyésztők Albarégia Egyesületének kiállítása. Az érdeklődők két napon át tekintették meg a különböző díszmadarakat, díszbaronfikat és nyulakat a Voláncsarnokban. Két napon át lehetett megtekinteni a V61 Albarégia galamb és kisállattenyésztők Egyesületének hagyományos kiállítását. Lerner Zsolt alpolgármester, Bódis Tamás az Agrárkamara mezőgazdaságért felelős Fejér vármegyei alelnöke és Szűcs Antal a szervező egyesület elnökének köszöntőjét követően a szép számú érdeklődő díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaronfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat tekinthetett meg, és találkozhatott a székesfehérvári bukogalamb számos példányával is. Számunkra igen nagyon fontos, egyrészt egy közösségépítő egyesületről van szó, és egy olyan egyesületről, akik adtak a városnak, hogyha belegondolunk, hogy mi az, amit adtak, egyrészt ugye van egy galambfajta, a székesfehérvári bukógalamb, amit itt fehérvári galambtenyésztők tenyésztettek ki, valamint városunk egykori jegyzőjéhez, dr. Vinicai Lászlóhoz kapcsolódik a magyar óriás nyúl, mint húsnyúlnak a tenyésztése és kitenyésztése. Ezen kívül, amit eszméleg és amit úgy egyébként adnak a kisállattenyésztők, az ugye a természettel való összhang, a természettel való együttélésben, ha egy természeti társunk bekerül egy lakásba, egy otthonba, akkor például a családban, a családi nevelésben gyakorlatilag egy felelősségvállalást tud adni a gyerekek számára, illetve egy felelősségtudatot a kisgyermek számára. És ezt azt gondolom, hogy manapság az nagyon fontos, hogy van egy kis társunk, akiről gondoskodni kell, oda kell figyelni, etetni, itatni kell, szeretgetni kell, és ezek olyan jó dolgok. Nyilván megerősítést jelent a tenyésztőknek, főleg a V61 galambtenyésztőknek, hogy rendkívüli sikereket érnek el. Így van, az ország egyik legsikeresebb egyesületéről van szó. Ez többek között ugye az is példázza, az is mutatja, hogy 77 kiállító van jelen, és ez nem csak egy fehérvári vagy egy fehér vármegyei, majdnem egy fél Dunántúlnyi szemle, mivel Győr térségétől kezdve Zaláig nagyon sokan vannak itt a Volán sportcsarnokban. A polgármester úrnak vannak kedvenc kisállatai? Vannak, épp mondtam, a elnök úrnak meséltem, hogy gyerekkoromban például voltak nagymama, nagypapánál, voltak nyulak, galambok, tyúkok természetesen. Én szeretem, kutya és a macska, tehát én egy kicsit ilyen komfortosabb vagyok ilyen értelemben. Bódis Tamás a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara alelnöke, aki fővédnökként segítette a hagyományos találkozó létrejöttét, úgy fogalmazott, hogy kiváló lehetőség nyílik arra, hogy a tenyésztők és a látogatók is megismerjék egymást és a különböző kis állatfajtákat. Nagy öröm számomra is, hogy most már azt mondhatom nyugodtan, hogy évtizedeken keresztül szervezzük és tartjuk ezt a nagyon látványos kiállítást, és igazán örömömben szolgál, hogy nagyon sok fiatal vesz részt rajta, és úgy gondolom, hogy a galambtenyésztés, a díszgalambtenyésztés, a postagalambtenyésztés fellendülőben van. Talán azért is, mert egy 5 éves programnak a végére értünk, 2018-ban kezdődött, most lett vége az év végén, aminek az a lényege, hogy a tenyésztés segítése mellett a felvásárlást, a feldolgozást és a piacra jutást egy támogatási rendszer fogta össze kormányzati megoldással, aminek eredményeképpen fellendülőben van a galambtenyésztés. Sajnos a magyarországi húsfogyasztás az kicsit alacsonyabb, de Franciaország és Olaszország felé nagyon sok terméket tudunk exportálni, ami azt jelenti, hogy bevételt jelent a munkatársainknak és megfelelő foglalkoztatottságot, és egy nagyon jó irányú elfoglaltságot, ami példát mutat a fiataloknak, akár környezetvédelem, akár pedig a munkavállalás vonatkozásában is. A szaktárca segítsége mellett nyilván az Agrárgazdasági Kamara is támogatja a tenyésztőket. Miként tudják ezt tenni?
természetesen szaktanácsadással és a piacra jutásnak a megoldás módozataival. A szervezők nevében Szűcs Antal kiemelte, Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. Mi lelkesedéssel készültünk, és szeretettel, mert ez a lényeg a állattenyésztésben, hogy az ember szeresse azt, amivel foglalkozik, és az állatok azok meghálálják a szeretetet. Nagyon fontos, hogy azért látjuk, hogy itt vannak a bukógalambok, itt vannak a galambok, itt vannak a baromfi, illetve a nyuszik, és azt hiszem, hogy ez így megint teljes az idén. Hát igen, elmondhatjuk, hogy hál' Istennek szép létszámmal vagyunk, mert 550 körül van a itt ebben a kiállítási teremben lévő kisállatoknak a száma. A zöme az hagyományosan galamb, tehát olyan 350 galamb, 100 nyuszi, több mint 30 baromfi, és itt a hátam mögött ott a díszmadarak, azok is egy 60-70 egyeddel vannak képviselve. Milyen esztendőt zárt a V61? Hát jó, jó évet, mert tavaly már sikerült ismét Soponyán rendezni egy fiatal kisállatkiállítást. Október 23-a tiszteletére azt évtizedekig megcsináltuk, de most a világjárvány miatt ugye volt egy-két szünet, de a nagy kiállítással hál' Istennek nem kellett megállnunk, úgyhogy ez folyamatosan, és úgy látszik, hogy fejlődve sikerül. Hogy készültetek erre a kétnapos találkozóra? Hát erre sok izgalommal, mert ugye itt fölöttünk a Komárom-Esztergom vármegyébe már vannak sajnos baromfi influenzás területek, tehát a népi engedélyt azt, hogy mondjam, az utolsó pillanatban megkaptuk, de még volt egy kis félsz, hogy az utolsó utáni pillanatban vissza ne vonják. Hát hál' Istennek nem jött lentebb a, hogy mondjam, földrajzi értelemben a betegség, és így megtarthattuk, amit elterveztünk. A kiállításon láthattunk a székesfehérvári bukógalambok számos példányából is. A székesfehérvári gyökerekkel rendelkező madár olyan minőségű és olyannyira híres, hogy a tenyésztői az elmúlt években 3 győztes címet hoztak el az Európában rendezett díszmadár kiállításokról. A Székesfehérváron is működik több jó postagalambsport szövetségi egyesület, és a postagalambok azok mindig egy népszerűek. De Székesfehérvárról beszélünk, akkor egyértelműen a székesfehérvári bukó az, ami beugrik a hétköznapi embereknek a tudatába, hogy készültünk. Hát ez egy éves munka eredménye, amit ma itt láthat a kedves közönség, és ezeket a galamboknak a felkészítése az már elkezdődik olyan augusztusban, kiválogatás, utána különböző olyan jellegű dresszúra, amely kettetszhez való szoktatás jelent, és aztán megjelenünk a kiállításon. Az idén több kiállításon vagyunk túl, és elég szép eredménnyel. A mostani kiállításunk is közel 60 galamb székesfehérvári bukóból, és Osztodics Ferenc és Radics István 2 galambja nyerte el a kiállítás győztes címet. Milyen volt a tavalyi esztendő, hiszen tudjuk azért 2 év, az elmúlt 3 évből 2 év elveszett. Olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy Székesfehérváron ezt ilyen szempontból nem annyira éreztük, meg az ország többi részén sokkal jobban megérezték. Mi rendre csináltuk a kiállításokat, rendre folytattuk a tenyésztést, ugyanakkor természetesen észrevettük ennek azért a negatív hatásait is, de némi nemű hátsó segítése, szponzorok, egyéb-egyéb támogatásával sikerült ezt átvészelnünk elég tisztességesen. A kiállításon túl mit hozhat ez az év? Hát ez az év, illetve a jövő év eleje számunkra egy reményt hoz mindenféleképpen. Ha a város is mögénk állítsa, erre polgármester úr előzetesen biztatást adott, akkor szeretnénk 2005-ben egy Európa kiállítást megrendezni néhány hazai galambfajtánk vonatkozásába, és ehhez, ha megkaphatnánk a Sóstói stadionnak a egyik részét, hát az igazán nagy dolog lenne. Azért hozzá kellene tennem, hogy Európa több országából jönnének erre kiállításra, szállásszolgáltatást, egyéb dolgot is igénybe véve a városban.
A tárlaton bemutatkozott a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete is, amely főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és a vadon élő madarak tartásával foglalkozik. Érintik a világ minden táját, többek között Ausztráliát, Kelet-Ázsiát, Afrikát és Dél-Amerikát is. Ezt a tradicionális kiállítást ma évről évre szeretnénk színesíteni a mi általunk tartott madarakkal, és 5 földrész díszmadaraival színesítjük a kiállítást. Igazából kanárik, papagájok, pintyek, sok-sok minden megtalálható, és hát reméljük, hogy nagy-nagy örömére az itt látogatóknak. Mennyit változott az elmúlt időszakban a díszmadár tenyésztés? Hát, mint a madártenyésztés is sújtotta azért a környezetünk, ami a világban történik körülöttünk, de hát a legkitartóbbak, a legelkötelezettebb barátaink azok mind-mind helytállnak, és próbálunk olyan minőségű madarakat tenyészteni, amivel tényleg világszínvonalon tudunk megmutatkozni a világkiállításain is. Ezeken a kiállításokon elért eredmények jellemzik a magyar tenyésztőket? Igen, megmutatjuk magunkat, és tényleg sok-sok kiváló eredmény érkezett az idei világkiállításon is, elég sok kategóriában hoztunk el kiváló díjakat. Nagy sikert arattak az óriás nyulak és a hagyományos nyulak is, kiváló és kitűnő minősítést elérő egyedek sorjáztak a ketrecekben a látogatók nagy örömére, akik a tenyésztőktől is hasznos tanácsokat kaphattak, ha szeretnének nyulat tartani. Egy évig készülünk mi is, ilyenkor van a szaporítás időszak, kicsit megszületnek, kiválogatjuk őket a nyár folyamán, ugye a legszebbeket, legjobbakat, és akkor ilyenkor ősszel bemutatjuk itt a közönségnek. Ugye ezek a tenyész állataink lesznek, ezeknek az értéke az mindig az itteni kapott pontszámoktól függ, tehát így készülünk mi erre az évre. Mennyire elterjedt hazánkban a nyúltenyésztés már, mint a... Már nem elterjedt, egyébként nagyon kevesen csinálják, egyre kevesebben vagyunk. Magyarországon a nyulakat régen nevelték otthon, leadták őket a vágóhídra. Itt ilyen fajta részt a nyúltenyésztés nagyon kevés volt Magyarországon. Nincs nagy múltja. Külföldre járunk tenyészállatokért, Szlovákiába, Németország, Magyarországon kevesen vagyunk. Ez a kiállítás azért megmutatja a nyúltenyésztés sokszínűségét. Mi mindent hoztak? Hoztunk mindent, hoztunk óriásnyulat, hoztunk magyar óriást, német óriást, szürke, fehér, fekete színben, német tarka óriásokat, kosorú nyulat hoztunk, középtestű nyulakat hoztunk, bécsi nyulakat, ezüst nyulakat, ezek ilyen húsfajták. Kaliforniát hoztunk, tehát sokfélét hoztunk. És van a törpenyulak is természetesen. A tenyésztőknek ugye általában az elmúlt években sok nehézséggel kellett megküzdeniük. Önök hogy léptek ezen túl? Nehezen, ráfizetéssel. Tehát itt Magyarországon ráfizetés. És olyan drága takarmányárak vannak, hogy ebből gazdaságosan kihozni nem lehet. Nekünk az érték az adott tenyészállat. Az egyre kevesebb, ugye nincs rá igény, innentől kezdve egyre veszteségesebb, egyre kisebb a bevétel. Hogy látja, sokan abba hagyják a nyúltenyésztést, vagy vannak elegen ahhoz, hogy ez tovább fejlődjön? Az igazság, ez egy szerelem, ez egy hobbi. Ezt nem lehet abba hagyni, tehát mi nem tudjuk abba hagyni. Tehát ha ráfizetünk is, akkor is csináljuk. A hagyományos hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést, és nyissanak a fiatalság felé, megvalósult, és elnézve a kiállításra látogató családokat, elmondhatjuk, sikerrel jártak. Most pedig következzék egy Jancsár piaci körkép, egy fagyos januári találkozó a termelői és biopiacon. Mint azt a fehérváriak megtapasztalhatták, új Ökofamily áruház épül, megújul a Jancsár kert termelői és biopiac, és bővül a parkoló terület is. A Balatoni út 10 szám alatt ingatlan magyar tulajdonosa, a Corbé ingatlan hasznosító Kft. Mintegy 1 milliárd forint összegű beruházása várhatóan májusban nyílik meg. Ugyanakkor, ahogy Schulz György, a Jancsár kert piac és közösség egyesület elnöke elmondta, az új esztendőben is hamisítatlan őstermelői áru, több száz háztáji egyedi, sajátos ízvilágú minőségű élelmiszer, illetve kézműves termék várja a vásárlókat. Nem jellemző a mostani időszakra az úgynevezett uborka szezon, hanem kicsit nagyobb a vásárlói érdeklődés, és ezt a termelők, a háztáji termelők előrevetítik az egész évre. Kicsit optimistábbak most, mint akár korábban voltak. Tehát az alap az, hogy úgy látják, hogy megvan a vásárlói kereslet, az érdeklődés a háztáji termékek iránt, az egészséges itt a helyben vagy a környéken termelt háztáji termékek iránt.
Milyenek az árak, hiszen azért nagyon fontos itt januárban, ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy jószerűen minden primőr termék megtalálható. Az árakat mindig én magam is kontrollálom, és megnézem a környező kereskedelmi egységek árait. A mi áraink beleesnek abba a kategóriákba, ahol az egyes zöldségfélék, vagy a sajtok, vagy a füstölt húsok, vagy a tejtermékek más kereskedelmi egységeknél és közöttük a bevásárló központoknál is kaphatók. De ugye ezt mindig figyelembe kell venni, hogy ezek kézműves termékek, háztáji termékek, nagy figyelemmel, nagy odafigyeléssel készültek, ismertek a gazdák, akik ezeket a termékeket előállítják. Tehát ebben a túli kategóriában, inkább a felső mezőnyben helyezkednek el ezek a termékek. De természetesen például egy magyar almási almát, amiből több fajta van, itt van a termelője, tehát így elfogadható az, hogy szépek, frissek, jobb állapotban vannak, jobb minőségűek, mint a boltokban kapható ugyanilyen termékek. Nyilván ez vonatkozik a zöldségekre is, hiszen ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy minden friss, és hát ha úgy tetszik, akkor vonzza a vásárló szemét is. Hát valóban így van, de ugye most azért fagypont alatt vagyunk a szombati piacoknál, erre a zöldségek természetesen nagyon érzékenyek. Ennek ellenére részben saját termékek, részben pedig a szomszédos gazdaságokból idehozott termékek, elég széles választéka kapható. Itt is figyeljük az árakat, sütőtök, batáta, a répa, a burgonya vonatkozásában. A mi árszintünk az teljesen megfelel az átlagos árszintnek. Mi újság a gyümölcsökkel, hiszen azért, ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy itt is, ebben is széles a választék. Igen, de kiemelhető közülük az alma. Most az alma a legnépszerűbb termék talán ilyenkor januárban. Több fajta alma kapható innen a környékről, és ami nagyon fontos, hogy feldolgozott termékek irányába elmozdulnak a termelők. Tehát mindenki arra törekszik, és nem csak a gyümölcstermelők, hogy például almalevet, vagy alma chipseket gyártsanak, vagy például sárga barackból lekvárt, vagy több gyümölcsből készítenek lekvárokat, gyümölcskészítményeket, vagy aszalványokat például. Tehát nagyon fontos tovább lépés a termelőknek, hogy ne csak az alap termékeket árusítsák, hanem feldolgozott formában egy magasabb értéket állítsanak elő. Ez megfigyelhető itt a piacon abszolút. Ha már a feldolgozásnál tartunk, akkor ne elengedhetetlen, hogy beszéljünk a húsról, hiszen azért azt tudjuk, hogy elképesztő mennyiségű és minőségű kolbász hurka szalonna van. Igen, de természetesen a hús előállítóinak is, tehát akik magukkal az állatokkal foglalkoznak, ez a januárra, ezek a téli napok nagy kihívást jelentenek, hiszen otthon is az állatok tartásánál a hidegre, a fagyra, a körülményekre tekintettel kell lenni. Talán náluk ugye nincs meg ez a nagy ciklikusság, mint ami a háztáji kertészetekben van, amikor kiesnek ezek a téli hónapok a szabadföldi kertészet vonatkozásában. Az állatok, mint alapanyagok, tehát mindig rendelkezésre állnak folyamatosan, és ilyen értelemben a termelés is folyamatos. Tehát most akár csak az adventi ünnepek, a kiemelt vásárok alatt, most is ugyanolyan széles választék látható füstölt húsokból, kolbászból, szalonnából, vagy töpörtyűből, mint ahogy korábban. Fontos kérdés a tojás, hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy mi tojásevő nemzet vagyunk. Igen, hát ez nagy szerencsénk van, hogy Székesfehérvárhoz közel, tehát Csalán van egy olyan termelőnk, akik gyakorlatilag kapargálós tyúkokat tartanak, és ilyen értelemben kevés vegyszerrel vagy védőszerrel tudják nevelni a tyúkokat,
nagy számban tudnak tojást hozni, és nagyon kedveltek a különböző méretű tojások nálunk a piacon a vásárlók részéről, és itt is az árakra el tudom mondani, hogy tekintettel a környék akár bevásárló központjaira, amelyek azért be kell vallani, hogy komoly kihívást jelentenek a háztáji termelők számára, de tudják tartani azt a szintet ők is, mint amit ezekben a kereskedelmi egységekben láthatunk. Nem kevésbé népszerűek a sütemények, rétes és így tovább. Én azt hiszem, hogy az példa is arra, hogy milyen áruk kerülhetnek ide. Igen, így van. Ugye azért ezeknek a termékeknek az előállítói előtt is nagy kihívások vannak ebben az évben. Emelkedtek az elmúlt hetekben az üzemanyagárak, azért még mindig elég magasak az energiaárak, és akkor a munkaerő költségéről még nem is beszéltünk, tehát itt is egy emelkedés figyelhető meg, illetve hát egyáltalán a munkaerőt nagyon nehéz találni, főleg szakképzett munkaerőt ezekben a mezőgazdasági szektorokban, de úgy vannak vele a termelők, és most elég többekkel beszéltem, hogy nem terveznek áremeléseket a közeljövőben. Nagyjából tudják ezeket a költségemelkedéseket, amelyek nem annyira jelentősek és drasztikusak, tudják kompenzálni. És akkor egy-két tekintetben még jó hír is van, hát legalábbis a termelők számára, vagy az állattartók számára jó ír, hogy például a takarmányok, a tápanyagok az állatok tartásához, ezeknek az ára kismértékben még visszaesett, vagy csökkent. Ugyanakkor egy új jelenség például az, hogy a csomagolóanyagok ára pont az új vonatkozó törvénynek megfelelően emelkedett, és így tulajdonképpen kompenzálniuk kell majd az áraikban ezeket a csomagoló anyag áremelkedéseket. No, hát és végezetül, ha hátra nézünk, akkor láthatjuk, hogy épül-szépül az új piaszcsarnok. Hogy állunk most, milyen határidők lesznek, hiszen rövidesen azért majd birtokba kell venni. Igen, most a téli hónapokban, ezekben a hetekben egy kicsit visszafogottabbak a kültéri munkák, ami kívülről nem látható, belül viszont látványosan előre haladtak a munkálatok, tulajdonképpen már a villanyszerelési munkák, a kapcsolók felszerelése van folyamatban, belül már fűtöttek ezek a helyiségek, már az utolsó szerelvényeket szerelik fel a különböző helyiségekben. De ez követi majd az engedélyeknek a megszerzése, és a tervek szerint, és már valamennyien ezt nagyon várjuk, hogy május 2-án lesz az új bevásárlóközpontnak a megnyitása, ami ugye három részből áll, egy ekofamiliáróházból, egy lipotipékségből, és hát nem utolsó sorban pedig a Jancsárkert termelőpiacból. A Jancsárkert ezen a szombaton is megtelt vásárlókkal nem véletlenül, hiszen a kiváló minőségű szezonális friss termelői gyümölcsöknek és zöldségeknek nagy keletje van. A természet legfrissebb ízeivel, hazai családi gazdaságokból, őstermelőktől származó áruk gyorsan vevőre találtak a januári fagyos időben is. Az őstermelői áruk garanciát nyújtanak a portéka minőségére, a fejlődés hazánkban is elindult a még egészségesebb háztáji élelmiszerek irányába, ugyanakkor az árértékarány nem változott. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.